Sziasztok, Felán vagyok, és mielőtt belekezdenénk a mai videóba, szeretnék egy bejelentést tenni, ugyanis 2014. július 19-én, tehát nagyjából 2 héttel ezután a videó után kerül megrendezésre a negyedik acélkupa döntője Budapesten a Hungerspot területén. Hú, ezt ilyen hosszú kimondani, és ha minden jól megy, akkor én, Felan, illetve Cleverland közösen fogjuk ezt kommentálni, úgyhogy ha szeretnétek látni a meccseket élőben, illetve szeretnétek bennünket látni, velünk találkozni, akkor ez lesz a megfelelő hely, tehát 2014. július 19-én a Hungerspot területén. Ez egy nagyon komoly díjazású verseny lesz, nézzétek meg a weboldalt, amit be fogok linkelni a videó leírásába, illetve ha jól tudom, akkor még 2 nap áll rendelkezésre, hogy benevezzetek a versenyre, úgyhogy hajrá és találkozunk a Hungerspot 19-én. Menjünk is tovább a videóra, amiben a főszereplő a T30-as lesz, ez a 9. szintű TD-je az Amcsiknak, és aki játszani fog vele az Imasz nevű nézőm, és a pálya pedig Ensk lesz. Na most ez az a tank, amit én is nemrégiben befejeztem, és tovább léptem a T114-esre, és az igazság, hogy szerettem a T30-ast, de volt vele egy kis bibi, méghozzá az, hogy mindig jó meccseket mentem vele, de sose sikerült olyan igazi jó meccset menni vele. És ezért ez egyik olyan tank, amivel végül nem lett meg a tankász, amit nagyon sajnálok egyébként, és lehet, hogy majd egyszer visszaveszem ez miatt. De valahogyan szerencsétlenül jöttek ki a dolgok, mindig megvolt az a, mit tudom én, 5-6 ezeres sebzés, de valahogy sem sikerült az a meccs, ami úgy éppen átdobott volna a tankászba, pedig szerettem volna felrakni egy ilyen videót a csatornára, és ez az oka annak, amiért végül sosem került fel a T30-as, úgyhogy én vezettem. De semmi gond, mert Imasz itt majd mindjárt megmutatja, hogy hogy kell ezt csinálni. És amit tudni kell a T30-asra, az hát elsősorban az ágyú, szerintem, ugyanis 276-os átütés, 750-es alapsebzés, és 18 másodperces újratöltés, meg elég lassú célzási idő, tehát ez az ágyúval egy kicsit el kell bibelődni, amíg becélzünk valamit, de ha egyszer valamit eltalált, akkor annak az illetőnek a spájni fog, méghozzá nem kicsit. Úgyhogy igazából kb. 2 lövésből össze lehet hozni ilyen 1500-es sebzést, ami azért elég jó, mondjuk egy ilyen tankkal. A problémája szerintem a T30-asnak elsősorban az, hogy ez ugyanaz a tank, mint mondjuk a T29-es vagy a T34-es, tehát az alja az ugyanolyan puha, mint az összes többi amerikai tanknak, tehát ezt nagyon el kell rejteni, ez egész jó ágyúsüllyedés is dukál, és a teteje az ugye jó páncélozott, és elméletben nem könnyű átlőni, viszont azért 10-es meccsben én úgy tapasztaltam, hogy gyakorlatilag minden átviszi, és 9-esben sem nagyon problémáznak, különösen azért, mert hogyha engem megláttak általában, annak az lett az eredménye, hogy prémium lőszer betölt, és utána mint az ementális hajt úgy nézett ki a tornyom. Ráadásul itt van ez a fantasztikus kupola, amit mondjuk elég jól lehet rángatni az ellenfél elől, mivel hátul van, ezért hogyha oldalra mozgatjuk a tornyot, akkor nehéz eltalálni. Mondjuk vicces szokott lenni. Tehát ki kell használni az ágyúsüllyedést, ezt majd itt mindjárt látni is fogjuk. Úgyhogy lássuk, hogy működik ez a dolog. És ez egy 9-es meccs, ami nagyon szerencsés, tehát nem egy 10-es legalább. Így Imasz elég jó pozícióban van ahhoz, hogy kicsit bántsa az ellenfelet mondjuk úgy ezzel a hatalmas ágyúval. Úgyhogy elindulunk itt kint a mezőn, ami megint csak azért jó, mert vannak dombok, amiben kihasználhatjuk a jó kis tornyunkat. Hát egy T-34-es, gyakorlatilag ugyanez a tank, csak egy-egy kisebb ágyúval. Van egy nagyon jó pozíció a dombok fölött, hogyha itt kimegyünk, én is ide szoktam állni egyébként sokszor, akkor pont rá lehet látni ott az emberekre, amint mennek át a vagonok között. T-34-es úgy döntött, hogy inkább mégse áll ki oda. Itt van egy T-54-es is. A probléma az, hogy valószínűleg észrevesznek bennünket, amint előjük magunkat az ágyúval. És... ha, megint elhúzta előlünk, semmi gond, ott az alja. Bum! Hát igen, látjátok, ez az ágy egy kicsit troll néha, tehát igazából a T-34-es kupoláját szerettük volna eltalálni, de helyett a T-54-es lőttük telibe. Semmi gond, legalább valamit sikerült eltalálnunk. És visszamegyünk, amíg betöltünk. Ez is nagyon fontos ezzel a tankkal, hogy ne álljunk kint a semmi közepén 18 másodpercig, amíg betöltünk, hanem ilyenkor szépen keresünk fedezéket. T-34-es jön ki, mert ő úgy érzi, hogy semmi gond. Bum! Ez meglehetősen szerencsés lövés volt egyébként szerintem, mert ilyen esetben nekem nagyon sokszor lepattan a T-34-ről. De esetre már is sebeztünk 1351 gyakorlatilag. És azért kellene nagyon vigyázni, mert van egy M53, M55-ös és az ellenfél, ami valószínűleg pont ott van velünk szemben. És ha meglátnak bennünket, bum! És megint a torony oldalába belehúztunk egyet, T-34-es elintézve 2 lövésből. Tehát, hogyha meglát bennünket az RT, akkor a T-30-as istentelen jó célpont neki, de komolyan, engem imádtak benne. Mint egy mágnes, kb. Úgy szokta vonzani a lövéseket, nem is tudom, villámhárító gyakorlatilag, hogy az RT a villám. Ott egy M46-os, hú, az nagyon jó kis puha tank. De sajnos bement az épületek mögé.
Viszont nézzétek meg, hogy Imasz mennyire agresszívan megy előre egyébként, ez nagyon egyrészt bátor húzás, másrészt azért vigyázni is kell, de szerintem nincs sok TD az ellenfélnél. Azt nem tudom, hogy az objektet láttuk-e már, még nem, én ilyenkor félnék egy kicsit, hogy ott van velem szembe valahol. Azért az két lövésből kiszed bennünket. Kávén egy kapott egy óriás, itt megláttuk az objektet, ez azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk itt szemben valószínűleg. T-54-es kezdi kidugni ott az órát. Hú, ha rálátnánk. Na, lássuk mennyire pontos az ágyú. Bup, és meg volt. 5-4. 2471 sebzés, két kill eddig Imasznak, és szépen megyünk előre. A Jagdtiger nagy nehezen próbál bennünket követni, tehát ő egy kicsit lassabb. Télmincos egyébként nem túl gyorsnak, de azért nem is a leglassabb. Húha, ott egy KV4-es ki tudunk iktatni talán. Én előtte mondom magam be, valami őszintén. Ehelyett valaki kiszedte előlünk a KV4-et, a T95-ös, akik szépen itt gurulnak előre a sínek között. Egy IS-3-as, na ez kellemetlen helyzet. Kijön, garantáltan átvisszük ott az oldalát, illetve az elejét, úgy értem, hogyha egy oldalra van döntve. Viszont ez azt jelenti, hogy most 18 másodpercig nem tudunk lőni, és hogyha az IS-3-as mélyet belénk lő, az fájni fog. 9, huha. Ilyenkor fáj nagyon az újratöltési idő. Ouch. Na, ezt most megnézzük, hogy ez hol ment át. Csak kíváncsiság kedvéért. Hát, ment át ez... Úgy látszik, telébe húzta a kupolánkat. A szép lövés volt az IS-3-astól. És megtaláltuk az M53-as, valóban pont szemben állt velünk. Kap egyet valakit, és talán mi befejezzük. 98, 3500 sebzés. És ott a Patton, aki a lővével harcol. Szegény lővének nem sok esélye van, mert a Patton oldalról simán átlövi, és írtatos gyorsan fogja belepumpálni a lövéseket. Ez a legnagyobb erőssége ennek a tanknak szerintem. És simán kimanőverezi a lővét, viszont hogyha bele tudunk húzni egyet, úgy tűnik, hogy nem sikerült neki a manőver. Bum, kap egyet és meghal. Ugyanis a lőve egy falhoz állt. 10-9 és elkezdik foglalni a bázist. A másik oldal teljesen elvesztettük. Egy E-75-ös van ott 4 tank gyűrűjében, úgyhogy valószínűleg az az oldal nem sokáig fogja húzni. És Imasz megindul előre, hogy megállítsa a keppet, feltételezem. Illetve, hogyha minden jól menne, akkor viszonylag nagy távolságból, hogy az E-75-ös is még egy picit élne, persze nem fog 40 HP-val, de még az ember azért drukkal. De akkor pont hátba lövetnénk azokat a fiúkat ott szemben. És van ott egy 490-es T-32, akit egy lövéssel lehetne intézni. Na most abba hagyták a keppet. 11-10 az állás, ebből még akármi lehet. Társaink jönnek mögöttünk. Nem jó dolog általában egy T-30-asra elől lenni egyébként. Főleg azért nem, mert... Hú, ott ment át az ST1. Mert ez a 18 másodperces töltési idő az írtozatosan veszélyesé teszi számunkra azt, hogy közelharcba bonyolodjunk bárkivel is. Itt jön az ST, bum, kap egy 785-öst, és Ivan szépen fedezékbe vonul. Úgyhogy ehelyett úgy tűnik, hogy a Tortoise-ra lőtt egyet. Kapott is cserébe. És az ST1-et nagyon-nagyon nehéz átlőni, és tudom, hogy valakinek az STI, valakinek ST1, de az igazság, hogy nekem az ST1 fog maradni, és ezt szólok, mielőtt bárki is belekötne. Itt kimegyünk, wow, nagyon éleszögben lepatintunk egy lövés, a T69-estől belehúzunk egyet, kapunk cserébe, de hát 734-et adtunk, és cserébe kaptunk kb. 200-at, úgyhogy azt hiszem megérte. És megállítjuk a keppet megint csak. Úgyhogy a T69-es mellettünk döntött, hogy nem akar még egyet kapni az órára. Elment oldalra, ott a Lorraine, mind a ketten autoloaderek, tehát dobtárasak. Lorraine kap egyet, és reméljük, hogy nem kapunk még egyet tőle. Oké. Nem hiszem, hogy a T95-ös mellett el tudnak menni. A probléma az, hogy mellettünk itt egy ST is. És a két dobtáras tank. Ott megy a Lorraine. Húha! Ez vicces lesz. Ez az! Jaj, és megláttuk a T32-es, gyorsan fedezzük be. Láttátok ezt a szép lövést szépen a falon keresztül. Szerintem nagyon-nagyon jó dolog az, hogy megváltoztatták a néhány patch-el ezelőtt azt, hogy át lehet lőni az ilyen kisebb akadályokat. Ez annyira vicces lövéseket tesz lehetővé. Na most egy lövést lehet, hogy kibírunk a T-32-estől, kimenjünk bum bele az órába, és még csak célhoz is volt ideje. Nem volt éppen rutinos játékos, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy 5 kill, 7353 sebzés. És maradt az ST. Aki talán megint kiteszi az oldalát, tehát ez egy nagyon-nagyon jó páncélozott tank, szemből majdhogy nem átüthetetlen. Még a Jagdtiger 88-as számára szinte teljesen az. De az előbb hatalmas hibákat követett el azzal, hogy egyszerűen csak így kiment oldalra a vagon mellett. Szóval ki is csinálja a Jagdtigert.
Lássuk, ki jön a megint elénk. Ah, és ki? Hát, ilyet nem csinálunk egy estében, de hát ő tudja. Úgyhogy ezzel 6 kill, 7535 sebzés, és azt hiszem, hogy bőven tankálsz ez ima számára. Szerintem nagyon szép mes volt, nagyjából láthattuk, hogy hogy kell működni ezzel a tankkal. Az elején láttuk azt is, hogy jó az ágyú süllyedése, és hogy tényleg a toronnyal le lehet venni egy-két dolgot, viszont az átkozott nagy kupola a tetején, az kicsit fájdalmas tud lenni, hogy az IS-3-as is szépen belőtte ott. Viszont ezzel az ágyúval azért elég könnyű nagyokat sebezni, és ezt nagyon jól ki lehet használni, csak az a lényeg, hogy amikor előttük magunkat, akkor tudjunk visszavonulni, tehát ne maradjunk kint a semmi közepén, és ne próbáljunk közel azba bonyolódni senkivel, mert szinte mindenki többet fog sebezni adott időn belül, mint mi, csak egyszerre mi sokkal nagyobbat tudunk lőni, mint a legtöbben. Úgyhogy gratulálok Imasznak, remélem nektek tetszett, ha igen, akkor iratkozzatok fel, most már nagyon közel vagyunk a 10 000 feliratkozóhoz, és hát lájkoljátok a videót, illetve lájkoljátok a Facebook oldalt, majd ha sikerül kimondanom. Sziasztok!